Dubaj már régóta a külföldiek egyik fő célpontja, a világ minden tájáról jönnek, az utóbbi években viszont egyre feltűnőbb, hogy többen érkeznek hosszabb időre. Erre reagálva 2018-ban az Egyesült Arab Emírségek kormánya jóvá hagyta a megújítható 5 éves, úgynevezett nyugdíjas vízum bevezetését, ami egy évre rá hatályba is lépett. Ez már nem az a hely, ahova eljössz, dolgozol, aztán fogod a pénzt és mész. Itt befektetheted a pénzedet, nyugdíjasként hosszú távban gondolkozhatsz. Tehát az ok, annak filozófiája, hogy miért jön az ember Dubajba, alapvetően megváltozott. Az ENSZ becslései szerint az Egyesült Arab Emírségek tavaly több külföldit fogadott be, mint Franciaország vagy Kanada. A vízumért folyamodóknak 4 kritérium közül legalább egynek mindenképpen meg kell felelniük. Havi jövedelmüknek körülbelül 4600 eurónak kell lennie, vagy igazolniuk kell, hogy megtakarításuk meghaladja a 230 ezer eurót, vagy rendelkeznek egy legalább 460 ezer eurót érő ingatlannal. Végső esetben a megtakarításaik és az ingatlanjuk összértékének kell 460 ezer eurónak lennie. Bár kezdetben Dubajnak csak helyi lakosai voltak, a vízumrendszert azóta kiterjesztették gyakorlatilag a világ minden tájára. Így bárki jöhet, hogy itt költse el a nyugdíját, élvezze az egész évben tartó napsütést, és a város nyújtotta lehetőségeket. A golf minden korosztályt vonz, de főleg azoknak jó, akiknek sok idejük van. Jó levegőn vannak, és a golf fitten tartja őket. Itt van az ember a szabadban, gyalogol a gyepen. Plusz élvezet, hogy ebben a nyugodt környezetben találkozik a legkülönfélébb emberekkel. Ezt nyújtja az összes ilyen klub. A nyugdíjas vízum célja nem csupán a város egyedi életmódjának népszerűsítése, hanem az ország mint üzleti és befektetési központ gazdasági fejlődésének fellendítése is. Harsha Varjani az 50-es éveiben jár, 8 éve Dubaj az otthona, ahol saját vállalkozást is alapított. Ez a vízum leveszi a terhet a válláimról, nem kell rövid távon gondolkodnom azon, hogy merre tovább. Egy vagy két évnél bőven tovább tudok maradni, kiélvezni az addigi munkám gyümölcsét, és 100%-ban a vállalkozásomnak szentelni magam, ami a szenvedélyem. Ahogy öregszünk, egyre fontosabb szemponttá válik az egészségügyi szolgáltatások színvonala. A demográfiai viszonyok változása azt hozta, hogy ma több az idős ember, akiknek ezt a vízumot ajánlani lehet. Kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy szolgáltatásaink megfeleljenek ezeknek az igényeknek. Mi ebből a szempontból nézzük, hogyan és mit fejleszthetünk, kínálhatunk további szolgáltatásokat a szóban forgó korosztály számára. Az Egyesült Arab Emírségek nem vet ki személyi jövedelemadót, ami vonzó a nyugdíjasoknak is. De az, hogy az itt élő külföldiek nyugdíjára nézve ennek pontosan milyen következményei vannak, országonként változik. A svéd nyugdíjakra egy speciális különadót vetnek ki, ha az illető külföldön él, és az alapjövedelmének 25%-ánál nagyobb személyi juttatást kap. Az Egyesült Királyság és az Emirátusok viszont megállapodást kötött a kettős adóztatás elkerülésére, így a briteknek nem kell adót fizetniük. Spanyolország és az Emirátusok között is él egy ilyen megállapodás, vagyis a közterhet vagy a származási, vagy a befogadó országban kell kifizetni. Nem szeretnénk, hogy Dubaj az a város legyen, ahová az emberek egy évre jönnek, pénzt keresnek, aztán hazamennek. Azt hiszem, az ingatlan eladóknak és bérbeadóknak is több ügyfelet fog hozni. Az ingatlan piacnak ide kell települnie, itt kell működnie, hogy aktív maradhasson. Az 5 éves nyugdíjas vízumnak köszönhetően remélhetően egyre többen maradnak, tehát itt is hívják Dubajt az otthonuknak.